Az út nem vezet Rómába. Schumann asszony! Ezek szerint már is útnak indulnak, igaz? Igen. Olaszországba utazunk Rómába, csak előbb még el kell ugranom Sabiniért. Ő már biztos nagyon várja magát. Hát persze, rettentően be van sózva. Abecke úr, a mi kis utazónk most indul Olaszországba. Akkor jó utat kívánok Rómába. Adok önnek egy pár lírát az útra. Én már úgysem megyek többé Olaszországba. Mikor járt ott utoljára? 15 éve. Egy tál spagettire és egy üveg borra talán elég lesz. Köszönöm szépen. Ha ugyan még ér valamit. Miért ne érne még valamit? Olaszországban a pénzzel sok probléma van. De napsütés van elég. És jó zene, meg bor is van elég. Csak azzal törődjenek, hogy jól érezzék. Arrivederci! Utazzanak jól, és térjen épségre vissza. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Kussus! Meglátok minket! Észrevett! Csak apa meg... Már is kész vagyok, nem jössz be? Megmondtad neki? Dehogy mondtam. Nem kéne mégis megmondom. Akkor nem engednek el. Hello, Martin. Jó napot. Jó napot. Ezt is tedd el. Hideg jöhet, és akkor nem árt, ha van nálad meleg holmi. De anya, Olaszországban még meleg. Hiába, tényleg meleg. Nem akarnak ezt szólni. Rómában még októberben is. Segítesz? Uh-huh. Azelőtt az emberek bőröndöt vittek magukkal. A hátizsák praktikusabb. De a bőrönd jobban elfért a csomagtartóban. Mikor indul a vonat? Még van időnk. Ki viszlek titeket? Ne fáradj, busszal megyünk. Itt áll meg pont a ház előtt. Na, hogy áll rajtam? Olyan vagy, mint egy vándormadár. Inkább költöző madár. Költöző madarak vagyunk, akik a napfényes délre vonulnak napfürdőzni. Ciao, anyu. Ciao, apu. Jó utat, Sabine. Vigyázz a lányomra. Úgy lesz. Légy óvatos. És hogy legyek óvatos? Ne legyél túlzottra jó hiszemű. Először mindig gyanakodj. Lehet úgy élni. Ezt inkább neki mondom. Martin, rád bízzuk Sabinét. Mivel tudjuk, hogy neked van eszed. Talán nekem nincs. De van. Csak te más vagy. Nem mondom, hogy Eszterem, mert az biztos nem vagy, de néha könnyen. Na, könnyelmű mi? Mert eddig csak jó tapasztalatod volt. Gyere haza épségben. Valahogy nem tetszik nekem ez az egész dolog. Azt hiszik, most ülünk a jó kényelmes vonaton. Miért is nem mondtunk igazat? Menj már, megőrültél. Többé le se hújnák a szemüket, apám biztosan nem. Ha meglátják a hátizsákot, nem állnak meg. Sötét van, túl későn értünk ide. Előbb kellett volna indulnunk. Mégis mikor kellett volna elindulnunk? 4 óráig zárt helyét írtam, aztán Spuri haza az albérletbe, majd onnan hozzátok, semmiképp nem tudtam előbb szabadulni. Szerintem teherautót is topolhatnánk. Rengeteg cuccunk van. Köszönöm. Martin! 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 Szerencsénk van, elvisznek minket! Gyere! Üt
akar? Kérem, kövesse azt a teherautót. De kérem. Miért követnék én egy autót? Mert beszállt hozzájuk a barátnőm, és amikor én is be akartam szállni, melberúgtak és kilöktek. Kérem, kövesse őket. Rendben, szálljon be. A barátnője szállt be hozzájuk? Igen. Szólt, hogy szálljak be, mert elvisznek minket, de amikor éppen be akartam szállni én is, kilöptek, becsukták az ajtót és gáztattak. Természetesen követhetem a kocsit, de ha utolérem, mi legyen? Állítsa meg, tartóztassa fel. Hogy képzeli, hogy állítsak meg egy kocsit az autópályán? Eléjük hajt és fékez, amíg kénytelenek lesznek megállni. A rendszámot meg tudta jegyezni? Nem. Azt nem, de az a felirat volt rajta, hogy Dortmund. Dortmundi kamion volt, az Holt biztos. És Rudolf AG vagy valami ilyesmi. Na és látta a vezetőt? Tudna személy leírást adni a vezetőről? Nem, túlságosan gyorsan ment minden. Mire megláttam volna, már melberúgtak. Nem tudna kicsit gyorsabban menni? Előbb mondja meg, mit csináljak. Megelőzi őket, aztán rálép a fékre. Aha, és ha nekem jönnek? Valahogy reagálniuk kell, el kell engedniük a barátnőmet. Pontosan tudják, hogy miért követjük őket. Hát ez az. Ha észreveszik, hogy követjük őket, bármire képesek lesznek. Szívesen segítenék magának, de száguldani az autópályán, előzni, fékezni, ez nem az én világom. Kérem, szálljon ki. Nem veszek részt ilyen őrültségben. Nem lökhet csak így ki az útra. Hagyjon békén, érti? Rendőrség? Igen. Az az úr ott. Köszönöm. Maurus úr? Megtalálták már a teherautót? Nem, eddig még nem. De én már mindent elmondtam. Dortmundi kamion, Ulrich AG feliratta. Nem olyan nehéz megtalálni. Meg is erőszakolták? Igen. Megfojtották és kidobták. Igen. Szóval ő Maurus úr. Legyen szíves, szálljon ki. Ön riasztott minket az autópálya telefonról, ugye? Én Derik főfelügyelő vagyok. Itt van? Igen. Hol? Kérem, ne menjen a közelébe. Hol van? Jöjjön velem. A kollégák úgy 50 méternyire találták meg. Az ő hátizsákja? Igen. Igen, Mahler, Ulrich AG Dortmund. A müncheni rendőrség? Hála Istennek, már el is kapták a tettest? Egy pillanat, nem egészen értem a kérdését. Ezek szerint már tudnak róla? A kamionunkról van szó, nem? De, azt keressük. A kamiont és a vezetőjét. De ez a kamionunk tegnap nyomtalanul eltűnt. Tegnap délután. Állarcos rablók támadták meg. A sofőröket összeverték, és az út mellett hagyták.
Az autópálya mellett. Épp München közelében. Hogy? Uram, hiszen azon nyomban bejelentettük. Ott a bűnügyi rendőrségen, ahonnan most telefonálnak. Vagy nem a bűnügyi rendőrséggel beszélek? A gyilkossági csoporttal. Hála Istennek, gyilkosság nem volt a dologban. A sofőrök megsérültek, de szerencsére nem súlyosan. Aztán ott van a kamion szállítmánya, ami körülbelül 100 000 márkát ér. Még ha biztosítva vagyunk is. Most hol vannak a sofőr? A Mária kórházban, de ezt önök is tudják. Rendben van, ebben az esetben majd jelentkezünk. Haman, it's Derrick. Jelentettek nálatok egy kamion elleni támadást? Utána nézek. Igen, egy dortmundi kamion ellen. Nagyjából fél órája jelentették. Gépalkatrészeket szállított. Rablótámadás volt? Igen. Ez a legújabb őrület náluk. Teherautókat lopnak. Persze olyanokat, amik nem üresek. Pontosan mikor és hol történt? Augsburg előtt egy kicsivel. Ravasz módszerrel és fényes nappal. A sofőrök vallomással rendelkezésünkre áll? Nemrég kaptuk a jelentést. Csak most állunk rá. Amúgy miért kérdezed? Mert a teherautó támadói gyilkossággal gyanúsítjuk. Nem, nem. A sofőrök megsérültek a támadás során, de nincsenek életveszélyben. Azzal gyanúsítjuk őket, hogy megöltek egy fiatal lányt, egy stoppos lányt. Ebben biztos vagy, Stefan? Harry útban van hozzád, mindjárt ott lesz. Ez az ügy miért lényeges? Ezt majd később megbeszéljük. Frank úr? Igen? Először valamit enni kéne. Mutassa meg neki a büfét. Majd oda megyek érte. Ilyenek a kamionok, mikor újjak. Ilyen gyorsan szereztél fotót? Az Ulrich AG-nak van egy telepe Münchenben is. Szóval szerintetek ez egy szervezett banda? Igen, akik Münchenben vagy a környékén tevékenykednek. Kamionfosztogatásra specializálódtak? Igen, rablótámadásra, vagy lopásra, ahogy tetszik. Kizárólag olyan kamiont lopnak, amelyről tudják, honnan jön, mi a szállítmánya, és főleg, hogy mennyit ér. Tessék, a te irodád az. Haman, igen. Persze, tessék. A szobafestő volt. Hogy kifestheti a plafont az íróasztalom fölött, amíg itt vagyok. Gratulálok. Köszönöm. Az eddigi támadások során elrabolt kamionok szállítmánya könnyen mozdítható és eladható. Talán megrendelésre dolgoznak. Többnyire Münchenben vagy München környékén? Igen, legalábbis a nyomok ide vezetnek, és itt véget is érnek. Maradjon ide. Volna még egy kérdésem. Ön ugye megállított egy kocsit, beült, és egy ideig követték a kamiont a pályán. A sofőr gyáva féreg volt. Az autó vezetőjét le tudná írni nekem? Körülbelül önnel egyidős lehetett. Egy kicsit alacsonyabb, de erős, energikus. Eleinte örültem neki, mert azt hittem, hogy segíteni fog. Csak hogy nem segített. Mindig csak 90-nel, 100-zal ment. Mondtam, lépjen a gázra, mert így nem kapjuk el őket. Erre azt mondta, hogy képtelenség megállítani egy teherautót az autópályán. Talán az is elég lett volna, ha csak utánuk mennek, nem? Erre sem volt hajlandó. Ehelyett egy parkolóba hajtott, és kitessékelte önt az autóból. Kilökött, nem kitessékelt. Erőszakkal kilódított a kocsiból. Az autó rend számára nem emlékszik? Elvégre csak utána nézett, amikor elhajtott. M, vagyis müncheni rendszám. Utána pedig két ismétlődő szám, mint mondjuk 28-28 vagy 43-43. Egy matematikai vetélkedő kérdése lehetne, hogy hány két jegyű szám létezik összesen. Ahogy a földön feküdtem, nagyon igyekeztem bevésni a memóriámba. De Mercedes volt, ugye? Mercedes volt, 190-es. Ezüst szürke, fekete, üléshúzattal.
Marusz úr, le tudná írni azt a férfit olyan részletesen, hogy a rajzolónk egy fantomképet készíthessen róla? Ugyanis elképzelhető, hogy ő is hozzájuk tartozik. A gyilkosokhoz? Igen, miután tudjuk, hogy a kamiont, amellyel az ön barátnőjét elrabolták, néhány órával később megtámadták és kifosztották. Ennek fényében feltételezhető, mondhatni egész biztos, hogy kísérték a kocsit. Persze furcsa egybeesésnek tűnik, hogy a kamion kísérője épp az a Mercedes lehetett, amelyet ön megállított. De erre utal mindenképp, hogy majdnem egyszerre. Igen, egy időben indult el a Mercedes a teherautóval. Lehet, hogy igaza van. Azt ugyan megengedte, hogy beszálljak, de egyáltalán nem akarodzott neki követni a kamiont. Nézze, lehet, hogy megfontolt szándékkal vette fel önt, hogy biztosan ne érhesse utol őket. Tegyük fel, hogy tanúja volt valaminek, ami történt, hogy a barátnőjét elvitték, hogy önt nem engedték beszállni, és aztán ki akarta deríteni, hogy ön mennyire veszélyes, hogy kell-e öntől tartani. Úgy döntheted, hogy önt könnyen leszerelheti. Ezért megállt a legközelebbi parkolónál, és kitette, és ezzel tulajdonképpen harcképtelenné tette. Úgyhogy most oda viszem a rajzolónkhoz. De a kávéját még meg sem itta. Sabine szüleit már értesítették? Igen, a délelőtt folyamán. Oda kell mennem. Az édesapja nem bízta Sabinét. Felelős vagyok érte, azt mondta. Ők nem is tudtak róla, hogy stoppal megyünk. Azt hitték, vonattal utazunk. Ha komolyan úgy érzi, hogy oda kell mennie, van szabad autónk, oda viszik. Nem. Egyedül mennék. Jó. Megtalálom a gyilkosát. Ebben biztos lehet. Maga? Na hát, azt hittem egy darabig nem is hallok maga felől. Legfeljebb egy olasz képeslapot hoz a postás. Az utazásból nem lett semmi, bocsásson meg. A kis egyetemistánk hazajött. Igen. Rövid utazás volt, nem igaz? Nem lett semmi az utazásból. Elnézést, Maurus úr, de szükségünk van magára. Velem jönne? Igen. Egész jó.
Ha nem lesz jobb, az csak azért van, mert én sem tudok elég jól visszaemlékezni rá. Voltatok már a nyilvántartóban? Igen, voltunk, de hiába. Azokon a fotókon, amiket láttam, nem volt rajta, azt hiszem. Nagyon fáradt vagy, még beszélgethetünk egy kicsit? Beszélgessünk. Akármit megteszek, hogy segítsek. Rendben, akkor mondja meg, hogy ez így maradjon, vagy eszébe jutott még valami? Lássuk csak, a pasas ilyen volt. Talán a szemüvege volt más. Keskenyebb. És fémkeretes. Ebből csináljanak egy másolatot. Igen. Maurus úr, jár délután Sabine szüleinél? Jártam. Elvégre is. Valahogy beszélnem kellett velük. Én is hibás vagyok abban, hogy ez megtörtént. Ne beszéljen be magának ilyeneket. Nem maga a hibás. Én ezt nem így látom. Amikor azt mondta, utazzunk stoppal, le kellett volna beszélnem róla. A veszély vagy a bizalmatlanság fogalmát nem is ismerte. De nekem miért nem volt több eszem? Jó estét. Jó estét. Ez borzasztó. Épp az előbb olvastam az újságban, hogy milyen szörnyűség történt. Hogy meggyilkolták a kis barátnőjét. Le vagyunk sújtva. Fogadja részvétünket. Ha nem is voltak összeházasodva, elég tartós kapcsolat volt ez. Van valami fejlemény? Mit mondott a rendőrség? Maurus úr, készítsek önnek vacsorát? Ne, elnézést. Teljesen kikészült. Egy szót se lehet kihúzni belőle. Nagyon sajnálom. Kérem, szálljon ki. Nem veszek részt ilyen őrültségben. Gyerünk, igyekezzen! Hagyjon békén, megértette? A lista a legutóbbi támadásokról. A szállítmányok az érdekesek. Hát igen, azt látom. Autóalkatrészek, szerszámok, precíziós műszerek és elektronika. Tervezett programnak tűnik. De még érdekesebbek az időközön. A támadások mindig két héttel követték egymást. Szinte napra pontosan. Van erre magyarázatod? Ha megöl sincs. Fokozott ellenőrzést terveztek arra a napra? Annál is többet. Mivel tudjuk, mire utazik a banda, kamionokat küldünk az utakra. Az adott céggel egyeztetett útvonalra. A kamionok persze üresek. Csak a speciális egység lesz a raktérben, álcázva, elrejtve egy kis csali rakomány mögött. És mikorra várható az esemény? Pontosan 10 nap múlva. A tulajdonost úgy hívják, Jakob Ernst Henschel. Igen, és hol lakik? Az is itt áll a papírom. Ezért fizetett ki 40 márkát. Köszönöm.
Derrick felügyelőt kérném a gyilkossági csoporttól. Martin, szerencsénk van, elvisznek minket! Kérem, szálljon ki, nem veszek részt az ilyen őrültségben. Derrick. Halló. Halló. Nem akar bemutatkozni? Mi történt ennel, uram? Rosszul van? Nemrég az autópályán találkoztunk. Á, igen. Már emlékszem magára. Nagyon ideges volt akkor este. Persze, az egy különleges helyzet volt. Igen, az volt. Igen. Na és aztán végül hogy oldódott meg a dolog? A barátnőm meghalt. Hogyan? A kamion vezetői meggyilkolták. Miért nem tartóztattuk fel őket? Igen, azt kellett volna. Tudja, valahogy nem éreztem az egész dolgot olyan tragikusnak, Istenem, annyira sajnálom. Viszont akkor nagyon féltem, elismerem. De hát képzelje magát, kérem, az én helyzetembe. Oda rohan, teljesen kiborulva, és rám kiabál, hogy eredjek azután a kamion után át. Nem tudtam, mit tegyek. Most már meg tudom érteni. Komolyan megérti? Így utólag. Aha, most már szemrehányást teszek magamnak. Be kell mennem a hivatalba. De most ön fontosabb nekem. Van egy kis ideje rám? A könyvesboltba igyekeztem. Jöjjön, üljünk be a kocsimba. Nos, a tetteseket megtalálták már? Nem, nyomuk sincs. Hát ezt nem értem. Hiszen le tudta írni a teherautót, még ha nem is tudta elolvasni a cég nevét, arra emlékezett, hogy Düsseldorfi kamion volt. Dortmundi. Na tessék, csak meg tudják találni. Nem lehet probléma. Tapintatlan voltam. Elnézést, nem ide kellett volna hívnom. Talán van itt egy kis kocsma a közelben. Nem, köszönöm, már nem izgat fel. Maga meg siet az irodába. Igen, ez igaz. Fel nem tudom fogni, hogy nem találták meg a kamiont. A kamiont ellopták. Micsoda, ellopták? Igen. Az eredeti sofőröket megtámadták, és akik utánuk ültek a volánhoz, azok bűnözők voltak. Akiket nem találnak? Nem. Az ellopott kamion? Eltűnt. Önt kihallgatta a rendőrség? Aha. De sajnos nem tudtam nekik segíteni. Talán ön tudna segíteni. Én? Hiszen ott volt a benzinkútnál. Igen, ott tankoltam. Eszébe juthat valami, ami a rendőrség számára hasznos lehet. Nem igazán jut eszembe semmi különös. Megtankoltam, elindultam, és ön szinte azonnal megállított. Semmi fogódzója nincs a rendőrségnek? Abszolút semmi. Mit is mondhatnék? Csak azt tudom hangsúlyozni, hogy borzasztóan sajnálom ezt az egész ügyet. Elhiheti, hogy ha lehetne, visszacsinálnám az egészet. És bocsássa meg nekem, hogy nem vagyok hős. Jó, akkor én most mennék. Remélem, hogy túljut a dolgon. Azt én is remélem. És kívánom is. Szívből kívánom. Thank you.
Mikor találták meg? 9 előtt, az őrsről jött a hívás. Természetesen üres. Ez az a kamion? Igen, ez az. Jöjjön vele. Úgy látom, hogy kitakarították. Minden makulátlan. És ki is rámolták. Néhány új lenyomat azért csak akad. Egy pár van, de hogy a sofőröktől vagy a tettesektől származnak-e, majd kiderül. És támadásnak semmi nyoma? Semmi, amivel kezdhetnénk valamit. Mint mondtam, minden teljesen tisztára mostak. Sajnálom, ezt szívesen megsporoltam volna önnek. Nem baj, nem történt semmi. Bár segíteni tudnék önöknek. Higgy el, mindenképpen el akarom kapni őket. Mit csinálnak ilyenkor az ilyen alakokkal? Bíróság elé állítják őket és elítélik. Valószínűleg életfogytiglant kapnak. De azzal még nem tűnnek el a földről. Nem. A földről nem tűnnek el. Tudja, mit gondolok? Azt, hogy el fogjuk kapni őket. A nyomukba fogunk eredni, ki fogom deríteni, hogy hol rejtőzködnek. Elkapom őket. Vagyis önök kapják el őket. Maurus úr, nincs valami, amit eddig netán elhallgatott előlünk? Nekem jót tett, hogy ide jöttünk. Újra láttam a kamiont. Láttam a helyet, ahol Sabinét megölték. Most hogyan tovább? Valahol erre lehet a hely, ahol az eldopott kamionokat eltüntetik és kirámolják. Valamiféle zárt térben, egy elhanyagolt műhelyben vagy garázsban. Aztán a kipakolt teherautót kiviszik valahová a szabad ég alá. És magára hagyják. Igen. Miután eltüntették a nyomokat. Mind gondolkozol? Akárhová is rejtőznek el, én felkutatom őket és el is kapom én. Vajon miért terhelni magát Maurus efféle feladatokkal? Talán a kívánság szülte a gondolatot. Csak a kívánság? Igen, Derrick. De akkor is tümmelnie kell a kimutatásnak, ezt így nem lehet továbbítani. Érti? Értem. Akkor utána jár. Mehetnek, jó utat. Rendben. Köszönjük. Jó, szóval, ha én ezt, ha a telefonon egyeztetni kell, nem tudom a kis ujjamból kiszopni. Remélem, jó lesz. Mondtam, hogy be kell vonni a fejeseket. Már ott lehetnek a zsaruk. Az egyik szállítmányt ellenőrzik a másik után. De az ékes trasszéről fogalmuk sincs. Ebben biztos vagy? Igen. Világos, egyelőre semmi mozgás az éger strasszén. Teljes üzemszünetet rendelek el. Szombaton szükségünk lesz rá. Mindent nem fújhatsz le, már úton vannak. Várjunk egy kicsit, maradjunk nyugton. Lényeg, hogy az éger strasszéről még nem tudnak semmit sem. Amit a múltkor műveltetek, az iszonyú őrültség volt. Teljesen elment az eszetek. Te csak jössz mögöttünk, és nézed, minden rendben van.
Ha valami történne, lelépnél, minket meg lekapcsolnának és kapnánk vagy 5 évet. A kislánnyal meg csak elszórakoztunk. Szép kis szórakozás. Megöltétek. Gondolja, hogy ezt akartuk? Nem vagyunk idióták, de annyit fenyegetőzött, meg örjöngött, hogy megijedtünk tőle. Maurus úr, ön hogy kerül ide? Önök a szállítóvállalatokat ellenőrzik. Én pedig épp erre jártam, gondoltam, megnézem, hogy ez szóba jöhet-e. Jó napot, tudtam, hogy ide jönnek. A nagyfőnök sajnos elutazott, én vagyok a helyettese. Tudjuk, hogy mostanában minden szállítmányt átvizsgálnak. Honnan tudják? A kollégáim árulták el. A főnök pedig szólt, hogy ha jönnek az urak, mutassak meg mindent. Mindent elő is készítette. Mit készített elő? Hát a szállító leveleket. Kérem, jöjjenek velem, oda fönt van az irodánk. Egy pillanat. Azt mondja, hogy csak véletlenül járt éppen erre? Igen. És pontosan hová készült? Hát, ahogy mondtam, én véletlenül hajtottam be ebbe az utcába, és megláttam, hogy itt teherautók állnak. Behajtott? Újabban már kocsija is van? Igen, béreltem egyet. És milyen célból bérelt autót? Hát szóval az ott, az a sárga egy elég régi kaszni. Miért? Tilos kölcsönözni? Felőlem azt kölcsönöz, amit akar. Tehát meglátta, hogy itt egy szállító vállalat bejött ide, és pontosan mit keresett itt? Több dologra is gondoltam, például, hogy megnézem a sofőröket. Na és felismert valakit? Nem, ez az önök dolga. A kollégáim valószínűleg épp ezen dolgoznak. Akkor elmehetek? Igen, elmehet. Megkínálhatom önöket valamivel, kávéval? Nem, köszönjük. Viszont kaphatnánk egy listát az összes kamionsofőrről, aki önöknél dolgozik? Csak a nevekkel? A nevekkel és a személyi adatokkal, ha lehetne. Persze, mint mondtam, mindent előkészítettem. Esetleg megbízási nyilatkozatokat és szerződéseket is tudnám mutatni? Igen, tessék. Köszönöm. Uram, legyen szíves, ez a férfi a fényképen, ez az ön főnöke? Igen, ő Henschel úr, a főnököm. Valami feltűnt nekem ott a Henschel cégnél. Igen? Mi tűnt fel? Az, hogy a szerződések között... Kösz. Van egy szerződés egy belga céggel, itt van, és csak meg. És a tranzit szerint Jugoszláviába indul egy kamion, és a Góri, hogy is hívják? Henschel. Ő intézi ezt a sofőrcserét. Igen, és mi a feltűnő? Az időpontok. Nézd csak meg, minden 14 napban érkezik egy kamion Brüsszelből. 2 hetenként. És itt veszik át. Derek? Mi? Igen, igen. Igen, hol van az a fantomkép? Itt van. Köszönöm. Tessék. Szóval, vessétek össze a fényképpel. Ez Henschel. És most jön a kérdés, hogy vajon mit keresett Maurus a vállalat udvarán? Épp annak a vállalatnak az udvarán. Itt a bűnügyi rendőrség. Köszönöm. Köszönöm. Jó estét, Maurus úr. Hallja a zenét? Ez volt a mi kedvenc számunk. Mindig ezt hallgattuk. Kér valamit inni? Igen, köszönöm. Általában nem szoktam alkoholt inni. Azelőtt sem ittunk túl gyakran Sabinével sem. Nekünk nagyszerű terveink voltak a jövőre. Szabályosan megterveztük, hogy hogyan szeretnénk élni, de... ennek vége. A város térképe az asztalán újnak tűnik. Biztos önnek is van ilyen. Igen, van. A munkámhoz használom.
A munkámhoz én nem, viszont... Sokszor elgondolkozom rajta, hogy mennyi utca van a városban, és milyen sok ember lakik bennük. Jó emberek. De kettő közülük gyilkos. Kettőről én egészen biztosan tudom, hogy gyilkosok. Akik itt laknak, és azt hiszik, hogy megúszhatják. Volna egy kérdésem magához. Kérdezzen csak. Elhallgat előlem valamit? Elhallgatok én sok mindent ön elő. Például elhallgatom, hogy olyan iszonyatosan érzem most magam, mint még soha az életben. Úgyhogy erről ne faggasson. A tettesekkel kapcsolatban nem hallgat el valamit? Hagyjon békén. Velem történt ez a dolog. Velem, és nem önnel. Az én dolgom, és nem az öné. Megtaláltuk ezt a férfit. A ma átvizsgált vállalat főnöke. És? Mondja, mi ütött magába? Közlöm, hogy megtaláltuk a férfit, aki azt a kamiont kísérte a kocsijával, amelyben a barátnője hidegvérű gyilkosai ültek, és ez magát idegen adja. Tudta, hogy ennek az embernek szállítmányozási vállalata van? Az, amelyikben ma találkoztunk? Vagy talán a saját hatáskörében folytat nyomozást? Anélkül, hogy szólna nekünk? Saját szakállára nyomoz a gyilkosok után? És ha ezt csinálnám? Tehát ezt csinálja. Mostantól nem felelek egy kérdésére sem. Ezt a térképet magammal viszem akkor is, ha nem engedélyezi. Maurus úr, profi bűnözőkkel ne kezdjen. Ezt a maga érdekében mondom. Majd közölte, hogy vele történt a dolog. Vele és nem velem. Az ő dolga, és nem a miénk. Nézd, először találkozott bűnözőkkel, áldozatként. Elvesztette a szeretett barátnőjét. Ehhez bűntudat is társul. Nyilvánvalóan konfrontálódni akar a gyilkosokkal. Személyes ügyének érzi. Ami őrület. Nem is mondta el neked, hogy mit tud? Nem. Igen? Igen, én vagyok. Haman! Tessék. Ez a város térkép volt az asztalán. Egy utcát megjelölt, a Zégerstrasszét. Téged keresnek, Haman. Tessék, Haman. Igen, mondd. Most indult el. Írd le a kamiont. 22 tonnás teljesen zárt kék Zódener metál felirattal. Útvonal Frankfurt-Nürnberg, ugye? Igen, a szokásos. Reméljük, hogy érdekli őket. Igen, érdekesre csináltuk a szállítmányt. Biztos, hogy jól értesültek? Mindig jól értesültek ugyanazon forrásból. Rukkoljunk a sikerén. Maradj elérhető. A kamion úton van. A csali belógatva. Na jó, akkor megnézzük az Zégerstrasszét. Bergert is elvisszük. És az egyik különleges kocsiját. Ha derültékből lecsapnak ránk a rablók, lehet, hogy mindketten a kórházban kötünk ki. A többiek ellenszegültek, ez a különbség. Hogy mi nem fogunk. Igaz. Veszélyes csak Nürnberg után lesz. Addig még van időnk. Igen, Henschel. Már elindult. Értem. Már is felírom. Na. Igen, mondjad. Zódener, Metal, M, T, K, A, 7-es 8-4-3.
Jó. Igen, köszönöm. Jó, átmegyek a Zégerstrasszéra. Minden jót, főnök. Express takarítás. Ez egy belga kamion. Bent a csarnokban. Henschel. Lassan te. Úgy látszik, megoldódik a rejtély. Erősen úgy tűnik. Az a belga kamion vámhatóságilag zárolt. Most rakják meg. Bizony, mivel még üres. Az bizony, beáll. És itt várja meg a másik elrabolt teherhatót. Nézzük meg közelebbről. Azonnal hívlak. Figyeljük az utcát is. Azt majd én elintézem, te törődj a rádió kapcsolattal. Rendben. Berger, te maradj itt, tarts szemmel az utcát. Gyere, Harry. Adó. Ász, király, már benne voltunk, és már nem volt visszaút. Mondtam neki, hogy szálljon ki addig, amíg jó dolga van. Te kezdesz, Bert. Micsoda rohadt lapjárás? Egyedül jött. Beszéljen az Isten szerelmére, beszéljen. Igen, egyedül. Csöndesebben, ha megtalálják magának, vége. Így is végem van. Tudom, hogy ismeri a gyilkosokat. Egyedül jött, nem a rendőrséggel? Nem, nincs velem rendőr. Figyeljen, segítek. Segítek, hogy mind a két fickót elkapják, de nem most. Most semmi esélye. Higgyen nekem. Higgyen nekem. Ne hagyja el ezt a termet. Érti? Ne menjen ki a teremből. Maurus fiú bent van, ez az ő autója. Komolyan, tényleg elment a józan eszem. Én is ezt mondtam, de most mi legyen? Ha bemegyünk, akkor abba belebukhat az akció. Be kell mennünk, a fiú életveszélyben van, nincs mese. Jó, bemegyünk. Majd jól elfenekeled. Rendőrség, elszúrtunk valamit? Meg. Mi a fele van? Arra a téletben megint árrendőrök. Anyom! Thank you.
Nyugtalannak látszol? Igen. Megvan rá az okom. Gyerünk, igyekezzetek, egy perc és itt lehetnek. Na, mi a gond? Förtelmes disznónak tartalak. Ezt tudod, de ha lebuktatnálak, magamat is elásnám. Hát figyelj ide. A fiú ott van az emeleten. Milyen fiú? Az, akinek a barátnőjét megöltétek. Merre van? Ott fenn, a végén. Itt van a kulcs. A te dolgod, mit csinálsz vele. Nekem nincs hozzá közöm. Ne mozduljanak! Dobja el! Maradjon ott! Maurus, kérem, ne tegye ezt. Ne ölje meg a gazembert. Maurus, attól nem lesz jobb, ha egy gyilkosságot elkövet. Az embernek együtt kell élni azzal, ami egyszer megtörtént. Mi megtettük a dolgunkat. Mi úgy szintén. Never caring what they say.
got it.